Válságos helyzetbe kerültek a spanyol szőlőtermelők és borászatok, a küszöbön álló Brexit és az Airbus repülőgép gyártónak nyújtott európai támogatások miatt egyes európai agrártermékekre kiszabott amerikai védővámok miatt. Az ágazat két legfontosabb piaca került veszélybe, a spanyol borexport egyharmada az Egyesült Királyságba irányul. A britek kilépése az európai agrártermékek piacáról óriási érvágás lesz Spanyolországnak, különösen a borászati ágazatnak, hiszen az exportunkat vámok és egyéb díjak is terhelik majd, magyarázza a Zamora nevű borászati cég szóvivője. Spanyolországot ráadásul az európai élelmiszerekre és borokra, az Airbus uniós támogatásaira válaszul kivetett amerikai büntetővámok is keményen sújtják. 2018-ban Spanyolország 325 millió euró értékben exportált bort az Egyesült Államokba. A Brexit és az amerikai büntetővámok esete annyiban más, hogy a Brexit minden európai borra vonatkozik. Kifoghatni a francia, olasz, német borászatokra is, amelyek a legnagyobb versenytársaink, akár a minőséget, akár a mennyiséget nézzük, magyarázza a legnagyobb spanyol bor kalauz szerkesztője. Az Egyesült Államok viszont csak arra a négy országra vetett ki büntetővámot, amelyek benne voltak az Airbus projektben, mert ez az unió által az Airbusnak juttatott támogatás szankciója. Ilyen módon nem érinti számos versenytársunkat, például Portugáliát, Olaszországot, Görögországot vagy Ausztriát. A spanyol borászatok más piacokat keresnek, az egyre tehetősebb ázsiai középosztály körében egyre népszerűbbek az európai borok. 2018-ban Spanyolország már 156 millió euró értékben exportált bort Kínába. Két hagyományos piacuk veszélybe kerülésével Kína, Hongkong és Dél-Korea lettek a spanyol bortermelők fő célpontjai.